Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit ebben a csodálatos ünnepkörben, és azt kívánom, hogy legyen egy meghitt ünnepkörünk. Lássuk meg azt, hogy az Isten részéről minden ünnepkörnek bizony van jelentősége, hordoz egy üzenetet. Így hát a karácsony üzenete arról szól, hogy az Isten emberré lett. Szeret, szabaddá tesz minden bűntől, és új emberré formál bennünket. Ez egy nagy örömhír számunkra. Eszembe jut egy nagyon kedves jelenet a gyerekek részéről pár évvel ezelőtt, amikor előadták Jézus születésének a történetét, és hát kissé humorosra sikeredett bizonyos részeiben. Ott voltak a szereplők közt a pásztorok, bölcsek, ott volt Mária, József, és hát Jézus születése körül még egy orvos is megjelent. És amikor Mária az Istenlóban megszült elsőszülött fiát, gyermekét, akkor mindannyian kíváncsian figyelték, hogy vajon mi fog történni. És hát egyszer csak József is odahajolt, megveregette az orvos vállát, és azt kérdezte tőle, hogy fiú vagy lány? Erre az orvos ránézett, és azt mondta, ő az Isten. Ő az Isten. És nagy igazság fogalmazódott meg ebben a kis humoros jelenetben, hiszen az angyal is így beszél nekünk az emberré lett Istenről. Ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Megszületett ma nektek a szabadító, a Dávid városában. Ő az Úr, ő a Mesiás. Vajon mire tanít bennünket a karácsonynak az ünnepköre? Először is arra, hogy a szellemi-lelki dolgok élvezzenek előnyt a személyes életünkben. Hiszen ha az élet csupán arról szól, hogy eszünk, iszunk, dolgozunk, takarítunk, robotolunk, kapkodunk, tévét nézzünk, és ki tudja mi minden mást, akkor eléggé céltalan állapotban lennénk. Azt látjuk, hogy a napkeleti bölcsek is úgy élték a mindennapi életüket, mindaddig, amíg egy különleges napon felfigyeltek a csillag megjelenésére. És megértették azt, hogy a csillag Krisztusra mutat. Krisztushoz közel hívja őket. A lelki életükre segített fókuszálni az élő Isten. Így hát arra vagyunk bátorítva, hogy ne mellőzzük Istent. Ne szoruljon háttérbe az életünkben, mert ha elveszítjük Istent, akkor elveszítünk ezzel együtt mindent. Isten ezt nagyon szépen megfogalmazza, és fölteszi a kérdést, hogy hát mit ér, ha az ember mindent megnyer, amit csak ez a világ adhat neki, de a lelkét elveszíti. Milyen váltságdíjat adhatna a lelkért cserébe az ember? A Facebook nem lehet fontosabb az Isten beszédénél. A testünk kényeztetése nem lehet fontosabb az lelki egészségünknél. A pillanatnyi örömök nem lehetnek sokkal fontosabbak az örökkévalóságnál. Segítsen bennünket a Jóisten, hogy ebben az ünnepkörben tudjunk egy egészséges sorrendet fölállítani az életünkben, és a lelki-szellemi dolgok élvezzenek előnyt. Arra bátorít Isten, hogy keressük először az ő országát és igazságát, és minden más, amire csak szükségünk van, azt ráadásként ő megadja nekünk. Ez az ünnepkör ugyanakkor arra tanít meg bennünket, hogy Isten igazságára szükségünk van, akkor is, hogyha ez felháborodást okoz. Azt látjuk, hogy Heródes király meghallotta a hírt, hogy megszületik a zsidó királya, és egyszerűen nyugtalanította őt ez. És vele együtt azt látjuk, hogy az egész Jeruzsálem népe felbojdult. Jézus születésének a híre tehát felháborodást, nyugtalanságot váltott ki. Az igazság nagyon sokszor, igen, fáj. Nehéz szembenézni vele. De azt is látnunk kell, hogy gyógyító hatása van, elválasztja a jót a rossztól, irányt mutat, vezet bennünket, egy térkép az életünkhöz. Az Isten igazsága. Az Isten igazsága. Az az igazság az Isten részéről, hogy a megígért Mesiás megérkezett ebben a bűnös világban, és kiemelt bennünket annak a mocsarából, és szabaddá tesz. Ez a nagy örömhír mindannyiunk számára ma is. Ragaszkodjunk hát mindennél jobban az élő Isten igazságához, lelkünk egyetlen tiszta forrásához, mert aki kitart a megismert igazság mellett, az mindenben áldott és boldog lesz.
Erről olvasunk Jakab levelének első részében, a 25. versében. Továbbá arra is megtanít bennünket ez az ünnepkör, hogy nem elég ismernünk a Bibliát, az Isten igazságát, hanem alkalmaznunk is kell. Heródes, amikor megtudta, hogy megszületett a megígért Messiás, összehívta a főpapokat, írástudókat, törvénytanítókat, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületnie. Ők pedig elmondták, hogy a júdeai Betlehemben. Tudták az igazságot, de nem alkalmazták. Nem mentek el Betlehembe találkozni az emberré lett Istennel. Olyan sok ember egyébként nem megy el a jászolig, nem akar találkozni Jézus Krisztussal, hanem megáll, megelégszik a feldíszített fával, a fényekkel, a megterített asztallal, az étellel és az itallal. De hát mit ér az ünnepkör, ha az ünnepelt Jézus Krisztussal nem találkozunk? Ne feledjük el tehát, hogy Isten nem egy névleges, nem egy vallásos, és véletlenül nem egy képmutató életvitelre szólít meg bennünket, hanem arra hív meg, hogy egy őszinte, megélt keresztény életünk legyen Jézus Krisztus jelenlétében úgy, hogy ő bennünk is megszületik. Mert nem az megy be a mennyek országába, aki ismeri az Isten igéjét, hanem az, aki alkalmazza azt, megéli azt. Továbbá arra is megtanít ez az ünnepkör bennünket, hogy legyünk kitartóak a keskeny úton, egészen a célig. A bölcsek követték a csillagot, de azt látjuk, hogy útközben elbizonytalanodtak. És azt kérdezgették, hogy vajon hol van, hol kell megszületnie Jézus Krisztusnak. Az életünk útján haladva mindannyian átélünk hullámvölgyeket, ellankadunk, kételkedünk, félünk, aggódunk, kétségbe esünk, sokszor nem is értjük Istent. De ki kell tartanunk mégis mellette, bíznunk kell benne, mert minden nehéz helyzetben ő az, aki velünk van, és ő az, aki a javunkra fordít minden nehéz helyzetet. Ebben az ünnepkörben arra is megtanít bennünket Isten, hogy legyünk jók, legyünk adakozó szívűek, és Istent imádó emberek. Azt látjuk, hogy a bölcsek, amikor bementek a jászolba, meglátták Jézust anyjával együtt, leborultak előtte és imádták őt. Aztán felnyitották kincses ládáikat és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Imádó lényekként imádjuk azt, aki egyedül méltó az imádatra. Az Isten imádat azt jelenti, hogy én mindent ebben az életben neki tulajdonítok. Az Isten imádat egy válasz mindarra, amit Isten értem tett. Egy szükségekkel telt világban óriási szükség van arra, hogy adjunk egy jó szót, egy mosolyt, egy ölelést, egy válveregetést, adjunk szeretetet, segítsünk másoknak, legyünk adakozó szívűek. Ezt is megtanulhatjuk a karácsony történetének üzenetéből. És nem utolsó sorban azt is, hogy hallgassunk az élő Istenre, amikor ő változásra ösztönöz bennünket, amikor szeretné megváltoztatni az úti célunkat. Azt látjuk, hogy a bölcsek, miután Jézussal találkoztak, Isten álmukban figyelmeztette őket, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, ezért más úton tértek haza. Azt kívánom, hogy legyünk érzékenyek az Isten hangjára, és hallgassunk az élő Istenre. Legyen egy engedelmes szívünk, hiszen soha nem az a legfontosabb, amit mi gondolunk vagy szeretnénk, hanem az, amit a Teremtőnk gondol és szeretne tőlünk és az életünkben megvalósítani. Legyünk nyitottak folyamatosan az Isten hangjára, annak a meghallására, és rugalmasan változtassunk azon, amire Isten megkér bennünket. Ne ragaszkodjunk soha a saját elképzeléseinkhez, de ragaszkodjunk mindig az élő Istenünkhöz. Én kívánom, hogy ez az ünnepkör legyen egy lehetőség az elcsendesedésre, a belső tisztulásra, az új utak és célok felfedezésére, az életünk újratervezésére, és különleges ajándékként tekintsünk mindazokra, akik körbevesznek bennünket. Fedezzük fel újra a lényeget, a szeretet fontosságát Isten, egymás és önmagunk iránt.
Emlékeztessen ez az ünnepkör az Istentől kapott legnagyobb ajándékra, Jézus Krisztusra. Fogadjuk el őt, és adjunk helyet az életünkben a világ megváltójának. Soha nem fogjuk megbánni ezt a döntésünket. Legyen így hát egy áldott ünnepkörünk, Jézus által megváltott boldog életünk, és egy reményteljes jövőnk. Ezt kívánom tiszta szívemből mindannyiunk életére. Így áldjon meg bennünket, ami élő, megtartó Istenünk. Amen.